mindenkit, a Székelyszabai Sarlós Boldogasszony templomból, és ma van a búcsunk szentmiséje. A következő énekeket énekeljük, 232-es zenga harang. Akkor Uram, érgalom az dicsőség után a Zsoltára, Istennek anyját énekeljük. Felajánlásra 232-es éneket, a zenga harangnak a felajánlási részét. A Szent vagy után az Isten báránya és az Isten báránya után áldozásra 127-es éneket, az Ószentséges. Ó kegyelmest énekeljük, himnoszok után kivonulásra 292-es Máriát dicsérni éneket énekeljük el. Jézus Krisztus, a Te fiad által, a Te veled és a Te
Olvasmány Szófoniás proféta könyvéből. Tajol Sion leánya, zeng éneket Izrael, külülj és újjog egész szívedből, Jeruzsálem leánya. Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűszte ellenségeidet. Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rosszul. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez. Ne félj, Sion, elhagyjunk kezed. Veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked, s nagy örömmel, újjáélet szeretetével. Örül majd néked újabb örömmel, mint a ünnepetének. Bal sorsod elfordítunk tőle, hogy nem visel többé a gyalázatot. Ez az Isten igéje. Mária megszólalt.
és szívem olyan megváltó Istenemben, mert tekintete méltatta alázatos szolgálójánál. Lám ezentúl boldognak hívett engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szólta mind a bőrös szívjeket, lesöpörtett mondjukra a hatalmasokat, s felmagasztalta az alázatosokat. Éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Fölkarolta gyermekét Izrael, megemlékezve irgalmasságáról, mint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak s utódainak mindenükre. Mája ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonára. Ezek az evangélium igéi. Szerencsé, hogy amikor őseink munkájával elkészült ez a templom, és amikor megáldották, fölszentelték, elszentelési ünnep mise, búcsúnyeréssel járt, vagyis azokat a megbocsátott, megbont bűnöket, amelyek után elégtételt kell végeznünk, de ez az órásban kapott elégtétel kevés ahhoz, hogy bűneinkért járó ideiglenes büntetés, vagy itt a Földön, vagy a túlvilágon tisztító helyen kell elszenvedni. A búcsúnyerés azt jelenti, hogy ezeket a büntetéseket ő Isten részben, vagy egészben elengedni. Aszerint, hogy sikerült-e tiszta szívvel és váratos lélekkel megbánni és jóvá tenni. Ezek a búcsúnyerési lehetőségek sokféle van, templom szenteléssel is jártak, aki azon részt vett és előtte megvan, szentmisében áldozott, és imádkozott a Szent Atya szándékára, hiszek egyet, mi atyánkat üdvözlégyet. Teljes búcsban részesületet, vagyis az idegenes büntetését teljesen vagy, ha csak részeges búcsút nyert, részegesen engedte el Isten. Ez a búcsnyerési lehetőség templom szentelésének búcsának ünnepén mindig újra és újra megnyerhető. De ez azt kell, hogy erős akarattal búcsutítsunk a bűnnek, és erős lélekkel akarjuk biztos követni és nyújt tenni. És amikor elkészült ez a templom, egy patronus, egy közben járó, egy szószólót választottak. A boldogságos szezonjára esett, mégpedig Sargos Boldogasszony ünnepére. Milyen érdekes a magyar nyelvén, tavasszal, március 25-én, 9 hónappal karácsony előtt gyümölcsoltó boldogasszonyt ünnepünk, vagyis arra emlékezünk, hogy a tavaszi újjáéledés angyal üzenetre már igent mondott, ő szívében is elindult és megélett Jézus szíve alatt. Sargos Boldogasszony pedig azt jelenti, hogy amikor ilyenkor elkezdték az aratást, sargóval szedték a markot össze, akkor a szűzanya oltalmát kérték, és folyamodtak hozzá,
segítse a szaratókat, segítse a munkát, úgy tudják betakarítani, valóban minden család a szalára kerüljön a kenyérből. Ehhez kérjük mi is most a boldogságra szívunkat, segítse a szaratókat, segítse a munkájukat, hogy valóban a elvetett gabona beérjen, és bőséges kenyér legyen. Amikor a boldogságos szüzanyára gondolunk, hogy kiválasztottak, nem találtuk őseink szebbet és jobbat, mint Jézus anyját. Kész, őkre rajta keresztül megy legközelebb, és megjobban, ami kérésünk Szent Fiához. A szüzanya, ahogy Jézushoz folyamodik, ő meghallgatja. Gondoljunk csak a kánai mennyegzőre. Mária vette észre az ifjú párnak baját, hogy fogytán a bor, szólt, hogy fiam, nincs bor. És Jézus hat hüvelyét megtöltötte vízzel, és altára megáldotta, és küldte a násznára. Elcsodálkozott, honnan a bor, milyen finoman. Még előtte nem kapta. Szüzanya közben jár, és Jézus segített. Mi is ilyen gyermeki bizalommal fordulunk a szüzanyához. Járjunk közben értünk. Járjunk közben egyházközségünkért. Járjunk közben a falu népéért. Járjunk közben családjainkért. Járjunk közben betegeinkért. Elmondtakért. És hogyha a gyermeki lélekkel rámerik munkat bízni, a szüzanya anyai segítségével, falástával szószeben értünk fiánál. Jézus megfogad Mária szíve alatt. Aki Jézus fordulza magába szívében, az nem tud magának megmaradni. Mária is elindult, hogy Mária megössze titkát rokonával Erzsébettel. És ahogy hallottuk az evangéliumban, a két hölgy találkozott. Erzsébet így köszöntötte, áldott vagy te az asszonyok között. Áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy az én uramnak anyjának köszön? Mária elmondta, hogy ő is gyermeket fogan, és Erzsébet már tudta ezt a Szentlélek által. Mária örömének vezőrt ki, pedig még sok minden várt rá. Nem tudta, mit fog József szólni ahhoz, hogyha gyermeket fordítottak, de mégis dalra fakadt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem olyan megváltó Istenemben, mert tekintettem méltat találhatott szolgáját, elvezető boldognak hétet minden nemzedét. De nem csak azért ment Mária oda, hogy hírul adja, ő is gyermeket volt szíve alatt, hanem sokkal inkább azért ment, hogy segítségére legyen Erzsébetnek, aki már a hatodik hónapban volt, amikor az angyal mondta. Aki szívében Jézust hordozza, akinek szívében Jézus szeretete lakik, az ezt a szeretetet nem tudja magába fogadni. Ezt tovább akarja adni, másokkal is meg akarja osztani. És ez a szeretet úgy akar megnyilvánulni, hogy segítségére van a másiknak, a rászorulónak, a bajlítónak. És ebben akar bennünket a szüzenye segíteni, és ehhez kérjük az anyai pártfogását. Mi is mindig Jézus szeretetében tudjuk élni. A rosszat el tudjuk hagyni, és a jót tudjuk tenni. Hallottuk az olvasva a Szent Eszkében, buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkűek az Úrra szolgálat. Legyetek derűsek, nyomorúságban béketűrő, és imádságban tartatosak. Testvéri szeretetre legyetek gyöngének egymás iránt. Erre tenít bennünket a szüzanya, és elradott nekünk példát. És ha most magunkban nézünk, vajon tudjuk-e Isten szeretetét továbbadni? Tudunk-e másokat is Istenhez vezetni? A 14. vasárnap evangéliumban arról van szó, mennyire szükség van a hit hirdetőkre.
Kérjétek az aratásra, küldje munkásokat aratására. És nem csak a papok hithirdető feladata, hanem minden megkeresztelt embernek, minden kereszténynek, hisz a kereszténységre, Krisztus életre való meghívással egy megküldetést is kaptunk. Krisztus szeretetét vigyük tovább, adjuk tovább. Azt hiszi Szent Ferenc lényeg, hogy egy alkalommal azt mondta egy fiatal testvérnek a kolostorban, gyere, elmegyünk a városba és prédikálunk. Mentek, útközben ismert dolgokról beszéltek, köszöntek az embereknek. Aztán mentek tovább, és egyszer csak már ismét abban az utcában voltak, hol a kolostorban. És fiatal testvér azt mondta, atyám, de hát elfelejtettünk prédikálni. Azt mondta, nem tudja. Mikor még beszélgettünk, kisebb dolgokról beszélgettünk. Aki valamit abból hallott, az megértette. És a mi magatartásunkkal, azzal, hogy szeretettel voltunk egymás iránt, a már a lépteinkkel is prédikáltunk. Ezt tette össze az anya is, ezt kell nekünk is tenni. Kérjük az anyai bátorítását szeretteinkért. Ajánljuk magunkat, hozzátartozóinkat, szeretteinket az anya oltalmába. Fordozzon bennünket is, és vezessen közelebb Szent Fiához. Talán már mondtam ezt a történetet, 60 évvel ezelőtt történetet, vagy 70, egy kis faluba vallásos családban élt egy fiatalember és a nővére szüleivel. Minden vasárnap mentek templomba, fiatalember még minisztrált is, és amikor aztán elkerült a városba, a gimnáziumba, egyre folytak az esti imádságok, egyre kevesebbet ment, mikor otthon volt a misére. Közben meghalt édesanyja, testvéréhez, nővéréhez járt haza. És amikor aztán egyetemista lett, látszott végleg elvesztette a hitét, közömbössé vált. És utolsó évében, mielőtt még lediplomázott volna, súlyos betegséget kapott, megoperálták, de az orvosok azt mondták, hogy nem sokáig él, nem tudnak többet segíteni rajta. Hazament szülőfaluja, nővére ápolta, és mikor ott egyszer a néváros a szomszédban ment egy beteghez, és megtudta, hogy itt is van egy beteg, becsöngetett, és megkérdezte, hogy megállapította a beteget. És nővére azt mondta, mindjárt megkérdezi. Fiatal ember azonban azt mondta, hogy nekem nem kell ide pap, nem kell ide Isten, úgyis hamar meghalok. És nem engedték be a papot. Többször próbálkozott, és nem engedték be. És amikor egy alkalommal nővére bement a betegszobába, és megkérdezte, hogy hogy van a testvére, hogy aludt, és mit kér reggelire. Fiatal ember azt mondta, hogy nagyon-nagyon szégyellem magam, de megkérek téged, menj el a paphoz. És kérjük, hogy jöjjön el, hozzá el a Szent Ostát, szeretnék tudni áldozni, és a betegek szentségében részesülni. Nővére kerékpára ült és elsietett, és a pap jött is nem sokára. Fiatal ember meggyújt, áldozott, a betegek szentségében részesült. És mert a pap elment volna, leült a beteg ágya mellé, és azt mondta, ha szabad kérdezzem, mondja meg, minek köszönhető az, többször próbálkoztam, hogy meglátogassam, de mindig megutasította. És a fiatal ember azt mondta, hogy hát elnézést kérek, szégyellem is magam. De ezt a változás úgy történt az este. Hiába vettem be a gyógyszereket, fájdalmam egyre erősödtek. Könyves polcon mentem, hogy lemeljek egy könyvet, hát az leköti a figyelmemet. És ahogy levettem egy könyvet, kiesett egy kép belőle. Kiderült, hogy édesanyámnak az imakönyvét találtam meg, azt emeltem le, és amikor a képet megnéztem, amely kiesett, egy szent kép volt, az Úr Jézus képe volt rajta, és a hátulján egy írás. Elolvastam, és kiderült, hogy ezt a képet édesanyám az első áldozásom napján tette az imakönyvébe, és rajta egy kis írással, imával, Úr Jézus, ki először jössz a gyermekem szívébe, kérek, segíts meg ő,
vezesd át őt az élet teljességén. Boldogságra szűzmánya, én édesanyám, segíts gyermekemet, hogy még sokszor járulhasson a szent áldozáshoz. Azt mondja, amikor ezeket a sorokat elolvastam, édesanyám jutott eszembe, és az a szeretet, amelyre bennünket felnevel, és amikor még együtt jártunk a templomban. És hogy egyre inkább rá gondoltam, és elolvastam ezt a kis írást a kép mögött, egyre inkább valami melegség töltött el szívemet. És imádkozni akartam, de még a mi atyánkot sem tudtam már elmondani. Az imakönyvben megkerestem, olvasgattam, addig-addig már kívül tudtam. És ekkor jött ez a gondolat. Édesanyám előre látta volna az én sorsomat, ezért írta ezeket a sorokat. Erre a képre az első áldozásom napján. És ezért mondtam a nővéremnek, hogyha megtesz, hogy jöjjön, segítsen rajtam, hogy ne tehessen bűneimet, és ismét Isten gyermeke lehessen. Szűzanyát kérje, és én is kérem, hogy segítsen nekem. Lévános elment, és a fiatalember néhány hét múlva meg is hal. De elkészült az Urammal a találkozásra. Az édesanyja imája, Szűzanya oltalma megsegítette megoldani. Vagy nekünk is ilyen bizalommal kéne ma kérni a boldogságra Szűzanyának, magunkért, szeretteinkért, az ő oltalmába ajánlunk magunkat és szeretteinket. Talán leginkább azt, aki legtávolabb van most a helyesüttől, Szűzanya oltalma az is vezesse vissza. Hallgassa meg a mi imáinkat, hallgassa meg a közben járásunkat, vezesse minket közelebb Szent Fiához. Hordozzon bennünket és vezessen. Mindig azon az úton, amelyet ő öletünk át, és mutat. Mindig Jézust hordozzuk, és adjuk tovább embertársát. Aztek egy Istenbe. Engedsz, hogy Máriát úgy tisztelünk itt a Földön,
hogy közbenjárására a reálparasztott szentileg irányításával eljussunk egykor a mennybe Krisztus a népünk által. Amen.
majd ismét hálát adok, odaadt a tanítványainak, és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelje, az új és nyugodt szövetségét. Ez a vér értetek, és sokakért kiontaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Íme, ittünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. S hálát adok, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, üdvözítsen egy bal szent lélek unyájukat, aki Krisztus testében és kérében viseld szívedet, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében a testvéreinkről, és mindazokról, kik hibámadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket, szent színed látásának. Könyörőkérünk mindnyájunkon, Isten anyjával, a boldogság Szent Máriával, Szent József közű egyesével, Szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdet óta kedvesek voltak előtte. Részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőít a magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiadád. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk barátsára és Isten tanítása szerint, így imádkozunk. Mi a Jézus, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket sértésre, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Uram, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, kívánatban minden kor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságba, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttél. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolainak, békességet vagyok rátok, én békémet adok nektek. Ne békeinket nézzed, hanem egyházat vigyél. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljesítségét. Élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békében. Thank you.
Adja rejátok, hűséges áldását.
mindig és mindenütt szent szűsegítő hatalmát voltad már, szent ő általa mondtátok meg az élet szerzőjét. Ma pedig, amikor az ő ünnepésére hajtatos nélekkel összegyűltetek, higgyétek az otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi jogok ajándékát. Így áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az megtartó a Fiú és a Szent Lélek. Szent is a véget ér.